Ilonám, mindenek előtt nagyon boldog születésnapot hadd kívánjak neked. Megmondjuk, hogy hanyadik? 83. 83. Hát, nem látszik. Ó, de kedves. Nem látszik. Tehát minden évben ezt kell mondjam, de és nyilván a barátok, barátnők is nem, ezt mondják. Nem foglalkozom sem a korommal, sem a külsőmmel. Nem érdekel. Magát a születésnapot mennyire tartott fontosnak? Hát meg ünnepled, azt tudjuk, majd el is mondod, hogy, de mekkora jelentősége van? Abszolút nem érdekel. Az megható, hogy a barátaim gondolnak rám, és visznek, hurcolnak, és nincs egy pillanatnyi időm két hete, és ma az egész napom szószoros értelemben más se csináltam, mint válaszoltam, és még így is egy körülbelül 200-300 embereknek nem tudtam válaszolni. Ez meghat, és nagyon-nagyon jól esik. A tavalyi év azért arról szólt, akik figyelemmel kísérik a te életedet, hogy egy kicsit megcsappantak az igazi jó barátok. De azért nyugtass meg, hogy maradtak, vannak. Bőségesen. Vagy újak. Bőségesen. Lényegében nem újak, mert én nem szívesen kezdek új kapcsolatokba, nincs már annyi időm hátra, hogy én egy emberre annyira odafigyeljek, hogy ki is, mi is lakozik benne, és nem azt a világot éljük, hogy az őszintesség az erény lenne. Tehát a régmúltból azért nagyon-nagyon sokan fölzárkoztak, és akit érdemesnek tartok, azt én boldogan tárt karokkal várom. Összeszámoltad őket, az igaz barátokat? Hányan van? Nagyon kevesen, de nem is tartok igényt többre. Nem kell. Nem kell. Az mit jelent a nagyon kevés? Hát életem, a 10 ujjamon meg tudom számolni. A ma este az hogy telik? Hát egy türkiz nevű étteremben foglaltak helyet. Fogalmam sincs, hova visznek. Mondták, hogy hát visznek. Tudom, hogy Mikloska, Dom Perignon, meg egyéb ilyen hűha, ilyen dolgokkal vár. Na meg orchideák tömkelegével. Aztán itt van még egy-két nagyon-nagyon fontos ember és jó barát, akik számon tartják, sőt, meg majdnem, hogy megsértődtek, hogy nem a mai napon megyek el velük. De mondtam, hogy hát nem időhöz kötött a születésnap, és ha én jól érzem magam, akkor a kertbe, négy kézláb gyomlálva, egy jó társaságban nekem az is születésnapnak hat. Ugye ma van a születésnapod, holnap elkezdődik egy újabb év. Ez milyen lesz? Mit vársz tőle? Mit tervezel? Tervezni nem tervezek, egyetlen egy a fontos, illetve kettő. Hát legelőször a saját magam egészsége, ami a gerincemből kifolyólag gondot okoz, a másik pedig a kutyáimnak az egészsége, ami nagyon szíven üt, és nagyon nehezen viselem. A két nagy kuvaszom, hát elég idősek, és tényleg mindent elkövetek értük, mindent, és hát azon tudom, hogy mindenki elmegy, és előbb vagy utóbb mindannyian leszállunk a Kékhold völgyébe, de 60 éve mióta itt lakom, azóta mindig volt kuvaszom. És én, Isten bocsássa meg, olyan szinten megvisel az állatok elmenetele, hogy jobban gyászolom őket sokszor, mint egy-két embert. Hát igen, a kutyákkal ez a baj, nekem is kuvaszaim voltak, de hogy általában nagy testű kutyák nem is olyan hosszú életűek, hogy 60 év alatt 5-6-7 generációt. Ó, több is volt. El kell búcsúztatni. Több is volt, mert volt az első, az 16 évig élt, akkor még nem voltak a kuvaszok túltenyésztve. De volt olyan, ami 7,5 évig élt. Tehát ez abszolút kiszámíthatatlan, attól függ, hogy milyen alomból jön, milyen a genetika. Ha nehogy Isten el kell valamelyiktől búcsúznod, akkor hozol kiskölyköt? Nem tudom, ezen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elgondolkodom. Nem hiszem, de ugyanakkor nem tudok állat nélkül, kutya nélkül élni, bár maradt két pici. Az egyik 10 éves, aki szintén, bár kistestű, áll a rúd nála,
a másik egy befogadott katasztrófa, egy erdélyi kopó, akinek a napi fejadagja 16 kilométer, hát más nem érdekli, csak a labda, úgyhogy nem tudom, mi lesz. Nem tudom, hogy fogom magamat elviselni az állat elmenetele után. De hogy tartod magadat karban? Ezt minden évben megkérdezi nyilván mindenki. És hát az ember a kor előre haladtával nyilván minden nehezebb, de rajtad ez nem látszik. Jaj, de kedves vagy, rögtön domberinyont hozok neked. Ott van, kaptam. Dehogy nem látszik. Először is nem szeretem a tükörképem. Tehát én nem, én tudom, hogy nagyon, nagyon megvisel az elmúlt éveknek a pandémia óta nem mozdultam ki, nem megyek ki, nem vagyok semmire kíváncsi, nem tisztelek meg idézőjelbe szinte senkit. Tehát nekem az, hogy én fölöltözzek, és hogy én így nézek ki, klakba, frakba, igaz, hogy fél óra, fürdéssel, sminkkel, öltözködéssel, itt van, tanul rá a Zsuzsi, de nem szeretem. Tehát én annyit csillogtam, és én annyit álltam haptákba, és öltöztem át fél percek alatt, parókától, cipőig, fehér neműtől, ruhaváltásig, hogy én nem, rutinom van benne, de fáraszt az öltözködés. Szívesebben vagyok pizsamába, vagy egy ilyen itthoni melegítőbe, vagy akármiben, és végzem a dolgom, teszem a dolgom, fontossági sorrendben. Hát most például a kert olyan gyönyörű, hogy ehetsz róla. Az utcáról úgy szintén, mert söprök, gerebézek, kaparom, tisztálom, tisztálkodva, négy kézláb szedem ki a gazt, úgyhogy nem egy egyszerű eset egy ekkora házat kertész, házvezetőnő, takarítónő nélkül fenntartani, négy kutyával, a koromra való tekintettel még inkább. Azt kérdezném még, hogy mit szeretsz csinálni, mi az, ami a legjobban örömet okoz, de félek, hogy azt szokod mondani, hogy a kert meg a kutyák. Igen, nem kívánkozok sehova. Nem kívánkozok Hawaii-ra, Seszel-szigetekre. Nem kívánkozok, mindenütt voltam, mindent learadtam. Azt a szépet és jót és önzetlenséget, amit én a 60-70-80-as években kaptam, nem pénzért, hanem a teljesítményem után az emberektől, a producerektől, a kollégáktól, azt még a Mészáros Lőrinc se tudja kifizetni. Azt a kedvességet, szeretetet és extra körítést, amit tettek körén. Tehát nem kívánkozok. Nem kívánkozok nem azért, mert nincs olyan szintű milliárdjaim, hanem mert ezek az emberek ma már kint is, nem csak itthon, kint is, pénz körül forog minden. Önzetlenül, nem is tudom, kezem sok ahhoz, hogy megszámoljam, hogy ki ad vagy tesz ért a másikért valamit önzetlenül. Hát, élettapasztalat. 83 év. Ha lehet, egy végső szóként egy megállapításom, hogy boldog vagy. Halálosan, semmi bajom. Kivéve, hogy a gerincemen azért tudnék javítani, és hát a kutyusaim lennének egy kicsit fiatalabbak, és ne menjenek el előbb vagy utóbb. Hát ezt leszámítom, semmi bajom. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, nagyon és nagyon boldog születésnapot. Köszönöm szépen a jó kívánságaid.